Sziasztok! A mai az első videó, amit az új albérletünkben veszek fel nektek. Emiatt még így nincs végleges háttér, meg a fények se annyira jó, mert még nem vettem ide semmi lámpát magamnak. Itt a bal oldalamon van egy ablak, onnan jön be a fény. Itt a jobb oldalamon nincs ablak, onnan nem jön fény, úgyhogy ezért sajnos egy kicsit egyenletlenek itt a fényviszonyok, úgyhogy ne haragudjatok emiatt. Fogok kísérletezgetni, hogy jó, hogy nem jó, meg természetesen idővel majd lámpát is fogok venni, de remélem, hogy nem bánjátok, és így is tetszeni fog nektek ez a mai videó. Annyit még előjáróban, hogy sajnos a fények is eléggé váltakozni fognak. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok már, hogy innen készítsek nektek tartalmakat, hogyha bármi kérésetek van, akkor írjatok nekem nyugodtan ezzel kapcsolatban, hogy miket szeretnétek látni. Már nagyon rég vettem fel ilyen első benyomásos sminkelős videót, úgyhogy ne haragudjatok, ha egy kicsit béna, vagy bármi, vissza kell rázódnom. De már nagyon vártam, hogy videózhassak nektek, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre eljutottam ideig is, és most már nem csak a vlog videók, de ezek a leülős, sminkelős, beszélgetős, mutogatós videók is mind-mind visszatérnek. Remélem, hogy örültök neki. Azt hiszem, hogy más nem is kell mondanom, úgyhogy nem húzom tovább az időt, kezdjük el a sminket. Az arcápolásomon már túl vagyok, úgyhogy jöhet a primer. Ezt Magyarországról hoztam még ki, mert ott már nem sikerült felvenni ezt a videót, amiben ki tudtam volna próbálni. Ez az Essence-nek a Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primere. Hidratáló és frissítő elméletileg. Igazából az állaga miatt gondoltam, hogy megveszem és kipróbálom, mert én az ilyen zselés állagú primereket szeretem a legjobban. Nekem azok váltak be eddig a leginkább. Kinyomok egy kicsit a kezemre, ennyit, nem sokat, és persze pont elmegy a nap is. Érdekességképpen most itt Kaliforniában olyan idő van, ami évek óta nem volt, állandóan esik az eső, jégeső volt a sivatagba, azt hiszem még északabbra havazás is volt, nagyon-nagyon rég volt ilyenre példa, viszont attól eltekintve, hogy olyan idő van amúgy most, mint Magyarországon, nagyon-nagyon örülnek a helyiek, mert végre nem lesz szárazság, még szebb lesz a növényzet, mint szokott, úgyhogy amúgy itt ennek örülnek, bár azért szerintem az áradások, meg a hasonló dolgokat szívesen kihagynák, szóval lehetne egy kicsit kevesebb azért az eső. Ez ami szerencsénk Arival, vagy hogy mondjam, bárhova megyünk nyaralni, nem nyaralni, ott esni kezd az eső, és ezt ide is hoztuk magunkkal. Na, hát megpróbáltam valamit javítani itt a fények helyzetén. Ne haragudjatok, hogy ilyen fényviszonyok között készül el ez a videó, de nincs még semmiféle lámpám, meg semmiféle technikám. Egyetlen egy statívot vettem egyelőre, szóval ez most ilyen lesz, de remélem, hogy azért tetszeni fog így is nektek, és igyekszem felvétel közben, ha változnak a fények, akkor korrigálni. De mindenképp szeretném felvenni nektek ezt a videót, mert már annyira rég vettem fel ilyen videót, hogy nagyon-nagyon hiányzik, és most időm is van rá, szóval itt van, így ahogy. A primer tetszik, nagyon jó az állaga, nagyon gyorsan és könnyen eldolgozható volt az arcomon, és most van egy ilyen pici ragadása is az arcomnak, ami ebben a helyzetben jó, hiszen majd segíteni fog remélhetőleg a sminket tovább fenntartani az arcomon. Menjünk tovább az alapozóval, amihez egy számomra már nem annyira újdonságot hoztam, de szerintem ti még nem láttátok így videóban a csatornán, ez a Kosas-nek a Revealer Skin Improving alapozója, 25-ös SPF-fel, és nekem a lekopott, talán Warm 130-as árnyalat? Sajnos lekopott. Pumpás kiszerelés. Nekem ez nem újdonság, ahogy már említettem, úgyhogy tudok róla beszélni, és azt kell róla elmondanom, hogy nagyon-nagyon szeretem. Amióta megvan, kb. Majdnem minden nap ezt viselem. Nagyon-nagyon kevés elég belőle. Én egy fél pumpányit szoktam kinyomni és felvinni az arcomra. Beauty blenderrel szoktam eldolgozni, de ecsettel is szuperül működik, és amiért szeretem, az az, hogy nagyon-nagyon tartós az én bőrömön, és szépen is mutat. Valamelyest látszik, hogy van rajta alapozó, tehát nem azt mondom, hogy az ilyen színezett hidratáló kinézetével egyenlő ennek a finise, de nagyon hajaz rá, és azért annyira nem látszik egyébként szerintem a bőröm, illetve gyönyörű végeredményt ad, és ehhez képest egyébként, hogy ilyen lightos alapozó, nagyon jó a fedése. Nyilván, hogyha többet vinnék fel, akkor egyébként még jobb lenne a fedése, azért így félpumpával átlátszódnak a bőrhibák, viszont ez engem egyáltalán nem szokott zavarni, úgyhogy
hogy én mindig így használom, és az arcom száraz, illetve zsírosabb részein is teljesen jól mutat. A száraz részen nem ül be a száraz részekbe, a zsírosabb részen nem kenődik, vagy nem jön le hamarabb. Az egyetlen negatívuma, hogy otthon elég nehéz beszerezni. Meg lehet rendelni, azt hiszem, a Kosszesznek a hivatalos oldaláról, de biztos, hogy akkor ugye vámot kell rá fizetni, meg minden, szóval nem biztos, hogy úgy megéri, úgy nem éri meg, inkább így mondom. De hogyha van lehetőségetek Sephora-ba bemenni valahol, vagy a Cult Beauty-n szokott lenni, de nagyon limitált mennyiségben, mert mindig ki van fogyva. Úgyhogy figyeljétek esetleg a Cult Beauty oldalát, hogyha érdekel titeket a márka, mert ott megtalálhattok egy-két terméket tőlük. Én eddig, amit próbáltam tőlük, azt mind szerettem, úgyhogy tényleg tudom javasolni. Kicsit közelebb jövök, és megmutatom nektek. Most ugye, hát itt van az ablak mellettem, szóval ez az fele az arcomnak fényes, ez sötét, de minden esetre így itt láthatjátok, remélem legalábbis, hogy tényleg mennyire szép és természetes végeredménye van. A primer is bejön egyelőre, teljesen szépen eldolgozódott rajta az alapozó, most már csak annyitól fog függeni, hogy szeretni fogom-e, hogy hosszantartóbbá is teszi-e az alapot. A következő termék, amit én felviszek, az a korrektor lesz, és van itt nekem egy olyan termék, amit nagyon-nagyon szeretnék kipróbálni, de mielőtt azt megmutatom, gyorsan elmondom, hogy egyébként a márka korrektora is nagyon-nagyon szuper, és mindjárt el is fogy, de ezt már láthattátok egy korábbi első benyomásos videóban, úgyhogy most nem ezzel fogok sminkelni, de egyébként ehhez az alapozóhoz ezt a korrektort szoktam felvinni, nem mintha csak ezzel működne, de ha már egymásnak lettek teremtve, akkor együtt használom őket. Úgyhogy ezt csak meg akartam említeni, viszont a korrektor, amit használni fogok, az egy ilyen minta lapocskán van. Ez a Rare Beauty-nak az új Positive Light Under Eye Brightener korrektora, tehát a szem alatti világosító korrektora. Őszintén megmondom, nem igazán tudom, hogy ezeknek milyen létjogosultsága van, ugye a Fenty Beauty is kijött ilyesmivel, meg biztos még nagyon sok márka, de én ennél a kettőnél figyeltem fel erre a termékre. Ha egy világosabb korrektort vesz az ember, egy sima korrektort, akkor ugyanazt a hatást éri el vele, mint ezzel. Szóval nem tartom ezt valami innovatív dolognak én, illetve nem tudom, hogy ez mitől másabb, mint hogyha az ember egy normál korrektort vesz világosabb színben, de majd most megtudom, remélem. Van light, light, medium, 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 tehát félek, hogy ez a light, ez nagyon-nagyon világos lenne nekem, de a light medium az meg talán annyira nem. És amúgy én magamon nem szeretem azt, amikor jóval világosabb a szem alatti rész. Én nem szoktam világosabb korrektort venni, de most akkor, mivel végül is ennek a terméknek ez a lényege, a legvilágosabb light árnyalatot fogom kipróbálni magamon. Szerintem az ujjammal fogom felvinni, aztán majd egy blenderrel dolgozom el. Én a szemhéjamra is korrektort szoktam felvinni. Azt szoktam szemhéj primerként használni. Ennyi volt a kis termékmintában. Korrektorokat nem szeretem annyira ecsettel eldolgozni, mert sose lesz annyira szép a végeredménye, legalábbis szerintem nekem rajtam. Egyébként szép a végeredménye, nem tudom, hogy ti láttok-e változást, főleg ilyen fényviszonyok mellett, de van változás, viszont én szerintem ez egy sima korrektor, aminek van egy közepes fedése, és nagyon jó állaga, főleg száraz bőrre, nagyon kellemes, lágy, hidratáló érzés egyébként a szemek alatt, szóval amúgy tök jó kis termék, nem ült bele a kis szem alatti rendszerimbe. Egyébként magának a terméknek ilyen fém applikátora van, hűti is a szemkörnyéket. A többi bőrhibámra, ami van, bár annyira nem zavarnak, de felviszek azért egy kis Kosszesz korrektort. Legalább azt is újra láthatjátok egy picit működésben. Ja, és ez egyébként a 02W árnyalatú korrektor, ami tökéletesen passzol az alapozó színéhez. Púderem egyébként nincs új, viszont van egy új termékem, amivel felszoktam mostanában vinni. Ha megnézitek bármilyen sminkes videóimat, akkor tudhatjátok, hogy eddig mindig beauty blenderrel vittem fel a porpudert is. Viszont most a Sephora kijött egy ilyen kis pufival, ami 5 dollárba került, úgyhogy hát gondoltam, kipróbálom, és nagyon-nagyon bevált. Imádom ezzel felvinni a porpúdert, tök jó, hogy nem a beauty blender lesz mindig még piszkosabb, és egyébként ezzel kevesebb púdert is használok, úgyhogy nagyon megérte. Ez a Fenty Beauty-nak a Butter árnyalatú porpúdere, nagyon-nagyon szeretem. A Too Faced Born This Way porpúder mellett ez a másik kedvencem. Ezek abszolút tartósak, nincs poros hatásuk, nem ülnek be a ráncokba, nagyon-nagyon minimálisan, de tényleg annyira minimálisan, hogy a többi púderhez képest azt mondom, hogy nem ülnek be a ráncokba. Csak fogom a kis pufikámat, rárakok egy
picit leütögetem a felesleget, csak így rá nyomkodom a szemem alá felvitt korrektorra. Az orromra is szoktam, mert ugye oda is vittem fel korrektort. Igazából a porpudert azt ott szoktam használni, ahova vittem fel korrektort, vagy ahol olajosabb a bőröm, itt a pórusaimnál leginkább, kicsit a homlokomra, és igazából csak ilyen kis ütögető mozdulatokat használok, illetve még ide az államhoz. Úgyhogy nagyon jó ez a kis pufi. Szerintem a francia Sephora oldaláról biztos, hogy meg tudjátok rendelni, és amúgy bocsánat, mert ez egy beauty blender, úgy hivatkozok rá, de nem az. Ez is a Sephorának a saját márkás szivacsa. Mind a kettővel nagyon elégedett vagyok, úgyhogy nyugodtan vegyetek Sephora saját márkás felvívő termékeket, mert nagyon-nagyon jó, és ezt is tudjátok a francia webshopból rendelni. Jóval olcsóbb, mondanom sem kell, azt hiszem, mint egy beauty blender. Pirosítóból kettő is van, és azt hiszem, hogy inkább a krémes pirosítót fogom most megmutatni nektek, mert talán ez jobban fog menni a sminkhez, amit elképzeltem. Ezt a Glossier Cloud Paint nevű terméket fogom használni, amiről biztos vagyok, hogy hallottatok már. Ez a Beam árnyalat. Egyszer próbáltam már, teljesen meg voltam vele elégedve, tök jó állaga van. Igazából már-már folyós, épp hogy nem. És ez a szín is szerintem tök jó. Hát ha szabad ilyet mondani, szerintem az én bőrtónusomhoz, meg hajszínemhez, szemszínemhez szerintem tök jól áll. És a porpuder után mindig a sima pudert szoktam felvinni, de mivel ez egy krémes állag, ezért ez következik. És a kezemmel szoktam eldolgozni, mert így jobban tudom kontrollálni azt, hogy hova kerüljön a termék. Egyébként nagyon könnyű eldolgozni. Most egy picit hagytam nem száradni, de hogy beszéltem, és addig nem kezdtem el eldolgozni, és egyáltalán nincs az, hogy megszáradt volna. Ez szuper, viszont miután az ember eldolgozza, akkor azért megszáradt. Csak azért van idő eldolgozni. És ez abszolút építhető, tehát ha az ember szeretné, hogy erősebb legyen a pirosítója, akkor nyilvánvalóan fel lehet belőle vinni még egy picit. Bronzer. Egy nagy kedvencet fogok használni, amit szerintem ti még nem láttatok itt a csatornán. Legalábbis sminkelős videóban szerintem nem. Hol videóban bizonyára szerepelt a Colourpop-nak a Coconut Beach árnyalatú bronzosítója. Amit Letta miatt vásároltam meg, mert ő nagyon sok jót mondott róla, ha nem ismeritek Lettát, lerakom a csatornájának a linkjét az infoboxba. Tényleg nagyon-nagyon jó ez a bronzer. Főleg az ilyen világos bőrűeknek, mint én. Tök jó árnyalat, szépen eldolgozható, tartós is. Nem mondom, hogy annyira tartós, mint a Makeup by Mario bronzerem, de annyira egyik bronzerem se tartós, úgyhogy igazából ez mindegy. De egy nagyon-nagyon jó kis olcsó alternatíva, ha kerestek bronzert. Éppen a Colourpop oldaláról rendelhető természetesen. És tényleg ez egy ilyen világosabb árnyalat, vagy hát nem ilyen iszonyat brutálisan pigmentált, inkább azt mondanám, ezért nem nagyon lehet vele túlzásba esni, ami tök jó az ilyen világos bőrűeknél, mert vannak azok a bronzerek, amik mondjuk hiába elég világos árnyalatúak, iszonyatosan pigmentáltak, és egy picit belemártad az ecsetedet, felviszed, és így egy pontban így ott marad, ahol elkezded felvinni. Szóval ebben nagyon-nagyon jó az, hogy építhető. Nem tudsz vele túlzásba esni. Mármint jó, nyilván nem tudom, soha nem vittem fel, mit tudom én, 10 réteget, vagy ilyesmi, de hogy építhető is. Ez fontos a világos bőrűeknél. Úgyhogy ezt nagyon tudom nektek ajánlani én is. És akkor én ilyenkor még szoktam kontúrozni, viszont elfelejtettem idehozni a kontúrtermékemet, úgyhogy most nem fogok kontúrozni. Meg nincs is új amúgy, szóval teljesen lényegtelen. Nem mindig viszek fel púdert, hogyha van egy krémes állagú termék már az arcomon, de mivel van egy új púderem, amit szeretnék nektek megmutatni, ezért most fel fogom vinni, és ez nem más, mint a NARS-nak az új, milyennek a pontos neve, Soft Matte Advanced Perfecting Púdere, Cove árnyalatban. A csomagolása az zseniális. Imádom, hogy ilyen picike, helykímélő, kompakt, a szokásos NARS pihepuha anyagú csomagolásról van szó. Itt van maga a termék, van benne tükör, ami szintén tök szuper. Szóval a csomagolás az 10-ből 10, viszont a termék, mert hogy már próbálgatom egy ideje, az azt mondanám, hogy mondjuk, hát ahhoz képest, hogy NARS, úgy értékelem, szigorúan, hogy ez egy NARS termék. Úgy azt mondom, hogy 10-ből 5. Én azt értem, hogy ez egy mattító púder, viszont elég púderes hatása van.
És hát azért szerintem meg lehet úgy is oldani egy mattító púdert, hogy ne legyen ilyen nagyon durván púderes. Úgyhogy ide viszek fel a pirosítóra is azért, hogy fixálja. Én szerintem meg lehetett volna csinálni ezt a púdert, főleg, hogy a NARS márkáról van szó. Sokkal finomabbra, vagy nem is tudom, nem értek nyilván a dolgok meg ezen részéhez. De vannak olyan púderek, amik mattítanak, és közben nem ülnek be a kis száraz részeidbe. Nem látszik, hogy ott van. Sajnos maga a termék az nem nyert el nagyon a tetszésemet. Ennek ellenére fogom használni, mert tag mattít, meg fixálja az alá felvitt krémes termékeket, de a végeredménye nem olyan szép. Úgyhogy szerintem egyébként megvenni nem éri meg, ne vegyétek meg, de hát én most már így, hogy megvettem. Így már nyilván azért el fogom használni. Jöhet a highlighter, ami viszont egy óriási kedvenc lett. Én nem gondoltam, hogy én a Fenty Beauty highlightereinél fogok találni jobbat, de találtam a Rare Beauty kínálatában. Ez az Exhilarate árnyalat, és ez valami csodálatos. Most megmutatom nektek. Nagyon durva, nem az a mindennapi highlight, bár minden napra is lehet viselni, nem azt mondom, én is simán néha, ha olyanom van, felviszem. Csak hogy azért ez nem az a lágyan építhető dolog. Maradjunk annyiban. És most egyáltalán nem vittem fel sokat. Nem tudom, mennyire fogja visszaadni a kamera, de itt élőben nagyon fénylik. Ez a nagyon szép, vizes hatású fénye van egyébként, és ezt az árnyalatot én külön szeretem. Nekem ez nagyon tetszik, ez az ilyen pezsgős, aranyosabb, meleg árnyalat. Igazából ebből egy nagyon picike is elég, de nyilván, ha valaki szeretné, abszolút ki lehet maxolni vele a highlighterezést. Ez megint csak egy olyan termék, amit nagyon-nagyon ajánlok, főleg, hogyha highlighter mániások vagytok, imádni fogjátok. Én nem vagyok úgy oda a highlighterekért, vagy hogy mondjam, nem veszek meg minden új highlightert, hogy kipróbáljam, meg nem tudom. Ezt imádom, és biztos, hogy ha egyszer elfogy, amit mondjuk azért kétlek, főleg, hogy nem kell belőle sokat használni, de ha mégis egyszer elfogy, vagy elhagyom, vagy eltörik, ezt biztos, hogy újra fogom venni. És mielőtt rátérnék a szemekre, megcsinálom a szemöldökömet, amihez egy régi és egy új terméket is fogok használni. Először egy picit a régiből, az a Colourpop-nak az átlátszó árnyalatú szemöldök zseléje, amit egyébként nagyon-nagyon szeretek, és ezt is tudom nektek ajánlani pár dollárért. Utána az újdonság, az a Glossier-nek a blond árnyalatú Brow Flick szemöldök filce, amitől egy időben, hát meg még most is zengett a YouTube beauty világa, és hát végre én is kipróbáltam. Nagyon idegesítő, mert szuper termék, viszont egyszerűen ez a legvilágosabb árnyalat, és ez is sötét nekem. De ettől függetlenül használom, mert azért nem annyira vészes, legalábbis remélem, de sajnos elég sötét. Egyébként a termék az ilyen tusos kialakítású, és nagyon-nagyon vékony hegye van. Nagyon könnyen lehet vele imitálni igazi szemöldökszálakat. Abban az esetben, ha passzol a szemöldöket ez a szín. Én hiába csak azt szerettem volna, hogy egy pár szálat így megrajzoljak vele, és nagyon természetesnek tűnjön. Muszáj egy picit az egész szemöldökömön átmenni vele, hogy így egységes legyen a szín. Eközben nem fogok beszélni, mert valamiért, ha a szemöldökeimet csinálom, akkor még a lélegzetemet is vissza szoktam tartani néha. Egyébként nagyon könnyű vele dolgozni. Hát nem tudom, írjátok meg, szerintem azért annyira nem durva. Lehetne rosszabb, nem azt mondom, de sajnos szerintem nem fogom újra venni ezt a terméket, de csak emiatt. Ilyenkor át szoktam menni még egyszer a biztonság kedvére a szemöldökön. Első alkalommal nem fixálom, hanem inkább csak a helyére fésülöm őket, úgyhogy kb. Nincs is zselé a kefén, és akkor ilyenkor megfixálom a szálakat. Akkor azt hiszem, hogy rátérhetünk a szemekre. Amihez már is mutatom, hogy milyen palettát hoztam nektek. Ez a Juvia's Place Garden of Juvia's szemfesték paletta. Nagyon-nagyon szép színek vannak benne, ez egy pasztel paletta, láthatjátok. Viszont egy icipici bajom azért van vele. Méghozzá az, hogy nincs benne kék. Ami fura nekem, mert mondjuk például lilából két árnyalat is található benne. Nem is annyira különbözik ez a két lila szín. Úgyhogy az egyik helyére tök simán mehetett volna egy világos pasztelkék. Nem igazán értem, hogy miért nem raktak bele. Akár ennek a barnának a helyére is rakhatták volna, de én személy szerint egyébként nem bánom azért, hogyha egy ilyen színesebb palettában is van egy picit natúrabb árnyalat. Ezt azért fájlalom a palettától, hogy nincs benne kék. Ez a legkékebb árnyalat, ez a Purple Orchid nevű, ami a nevében is benne
van még ugye, hogy lila azért. De mindegy, túlléptem rajta, jöjjön akkor maga a smink. Még nem használtam egyébként ezt a palettát, úgyhogy most lesz az első alkalom. Engem nagyon érdekelnek a matt árnyalatok, hogy azoknak milyen a minősége. Úgyhogy annak ellenére, hogy rengeteg fényes árnyalat van ebben a palettában, szebbnél szebbek, én most leginkább a matt színeket fogom használni, hogy azokat próbáljam ki elsősorban, mert a fényes színekben, azokban így jobban bízom, vagy hogy mondjam. Szerintem azokkal eldolgozhatóságilag, tartóságilag kevesebb kétség lehet, mint mondjuk a matt színekkel, úgyhogy matt színekkel fogok leginkább ma operálni, de azért ne aggódjatok, a fényesből is fogok feltenni. Nyugi! Kezdjük ezzel a Lilac Hue legvilágosabb lila színnel. Nem igazán fogok így beszélni a sminkelés közben, csak azért, mert már így is nagyon hosszú lesz ez a videó. Így látjátok majd, hogy mit csinálok, aztán meg a végeredményt. Remélem nem lesz ez probléma, de nem akarom, hogy iszonyatosan hosszú legyen ez a videó. Érdekes, ez a szín annyira nem pigmentált. Nem nyűgözött le, pedig több réteget is vittem fel, és valahogy még mindig nem úgy látszik, ahogy szeretném. Tudjátok, mi volt nagyon rég? Cut crease, úgyhogy most csinálok gyorsan egy cut crease-t. Ez egyébként egy nagyon egyszerű trükk cut crease készítéséhez, hogy egy pötty korrektort felvisztek a szemhéjatokra, felnéztek, és akkor ott meg fogja nektek kreálni a vonalat. Remélem, ezt most érthetően magyaráztam el. Ide a belső részére a szememnek ezt a legvilágosabb gardenia árnyalatot fogom felvinni. Kicsit zavar, hogy nincs tükör a palettában, mert így most nehezebb dolgozni. Utána a Marigold nevű sárga árnyalat jön. És egyébként el sem értem, hogy ez a sárga, ez nem pasztel színű, hanem ez konkrétan ilyen erős, aranyrikító sárga. Megpróbálok óvatosan felvinni belőle, hogy ne legyen ilyen nagyon feltűnő. Jöhet a Peony rózsaszín. Szépen egybe dolgozódnak egyébként a színek. És akkor a sötétebb lilát viszem fel, ezt a Sweet Lilac-et. Utoljára ide a legszélére a sminknek, tehát dolgozom a szélét a világosabb lilával. Tök szépen lehet korrigálni egyébként ezzel a legvilágosabb árnyalattal, ha esetleg túlzásba esett az ember, mint én. Ugye tök rossz, hogy nem ugyanolyan híny van rajtam. Nagyon tetszik, hogy a rózsaszín meg a sárga egymás mellett mutat. Alulra ezt a két színt fogom felvinni. Valamelyik fényes árnyalatot kiválasztom a belső szemzugba. Maradjak ezeknél az árnyalatoknál, vagy legyen egy jó kis zöldes. A lila mellé szerintem ez az ilyen türkiz tök jól mutat. Maradok a sárgás árnyalatoknál, nem merem most ezt a türkizt bevállalni, de majd fogok csinálni egy ilyen lila meg türkiz sminket is ezzel a palettával. Szóval két sárga árnyalat van a fényesek között. Igazából nem sok különbség van köztük, az egyik zöldesebb, de amúgy elég hasonló ez a két szín így felvíve. Ezt a Sunshine árnyalatút fogom használni, ami a sárgásabb egyébként a kettő közül. A másikban több zöld fény van, akkor ezt ide óvatosan berakom a szemzugomba. Úristen, bármennyire próbáltam óvatos lenni, elég durva lett. Megpróbálom ezt is egy picit enyhíteni ezzel a világos mattal. Jó, végül is sikerült. Ennyi a paletta. Nagyon jók a matt árnyalatok is, tök szépen összedolgozhatóak. És most törtem el a Rare Beauty highlighteremet, azt hiszem. Igen. Woo! Sikerült élőbe összetörni, most, hogy így beszéltem róla. Ez rettenetes. Megpróbálom majd helyrehozni, és ha nem sikerül, akkor újra veszem. Oké, felejtsük ezt most el. Még van egy termék, ami újdonság, és meg akarom nektek mutatni. Hol van? Kettő is van. Mind a kettő a Colourpop-tól, az egyik az egy szemceruza, ez egy ilyen különkiadásos, de ezt a Honey Dude árnyalatot az állandó kollekcióba is eléritek. Felviszem a vízvonalamra. Egyébként nem lett a kedvencem. Vízvonalon annyira nem tartós. Nem tudom, hogy a többi Colourpop szemceruza is ilyen-e, de ez nem annyira lett a kedvencem. Meg az árnyalat se annyira passzol. És akkor az utolsó dolog, ami újdonság, az a Colourpop Liquid Liner, tehát tús fehér árnyalatban. És ezzel fogom most vagy totálisan elrontani, vagy
jobbá tenni ezt a sminket. Ez mindjárt kiderül. Egyébként már használtam ezt a túst, meg vagyok vele elégedve, teljesen jól működik, tök jó fehér, elég pigmentált, viszonylag könnyű vele dolgozni, ahhoz képest, hogy egy fehér túsról van szó, úgyhogy ezt amúgy nagyon szeretem. Akkor megpróbálok vele egy túsvonalat húzni, ami nem csak egy sima ilyen túsvonal lesz, de valami extrábat is próbálok vele csinálni, hogy tegnap meg tudjam nektek mutatni, hogy mit tud. Látjátok, szóval azért már egy húzással is látszik, de nyugodtan át lehet menni rajta többször. Ekközben se fogok beszélni, mert ez a másik, amiközben levegőt se tudok venni kb. Annyira koncentrálok. Nagyon megnehezíti, hogy a másik kezemmel a tükröt fogni kell. Muszáj lesz majd itt valahogy rendezgetnem ezt a videós szobát, hogy könnyebb legyen. Azt szeretem benne, hogy elég hosszú a tus része. Most ugye ilyen vastagabb vonalat szeretnék húzni direkt, és ha így elfordítom a tust, és csak így rányomkodom, akkor tök jó, egyenes vonalat lehet vele húzni. Annyi, hogy mielőtt átmentek rajta még egy rétegben, mindig várjátok meg, amíg az előző réteg megszárad. Különben felszedi. Megvárom, amíg megszárad, utána jön a szempilla spirál. Lehet egyébként, hogy a szempilla spirált sem mutattam még nektek, nem tudom. Ez a CoverGirl Lash Blast szempilla spirálja, amit most használni fogok. Jaj, illetve nem, hát először fixáló spréjöm. Amihez szintén akkor egy drogériás terméket fogok nektek mutatni, ez a Catrice Ultra Last 2 fixáló spréje. Én a Catrice-nek a fixáló spréjét szerettem a legjobban a drogériákban otthon. Még nem próbáltam, úgyhogy sajnos most nem tudok erről véleményt mondani egyelőre. Jó, ennél egy kicsit finomabb sprézésre számítottam. Maradjunk annyiba, hogy a szórófeje egyelőre nem nagyon tetszik. Elég nagy darabokba és így elég sokat fújt, nem ilyen szépen elszórtam. És akkor most már jöhet a szempilla spirál, amihez a CoverGirl Lash Blast Clean szempilla spiráját fogom használni. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt ilyen könnyen meg tudom szerezni ezt a szempilla spirált, mert imádom, a CoverGirl Lash Blast bármelyik verziója szuper szempilla spirál, szóval ha Amerikában jártok, akkor nyugodtan esetleg tározatok is fel belőle, nagyon tudom ajánlani, tartós. És hát ami miatt annyira szeretem, az az, hogy gyönyörűen szétválasztja a pillákat, és dúsítja őket optikailag abszolút. Ezt most meg is mutatom nektek. Hát nem tudom, mennyire látszik, de nagyon szép szempillákat csinál. Majd biztos teszek fel a sminkről képet Instára, és akkor ott tuti jobban fog látszani, ha itt most nektek annyira nem látszik. És hazudtam, mert még van egy újdonság, természetesen az ajakra való termék, ami nem más, mint a kedvenc ajakápolóm, a Summer Fridays Lip Butter Balmja, méghozzá az új Pink Sugar. Imádom ezt az ajakápolót, beszéltem már róluk, nagyon sejmes, krémes állaga van, tényleg ápolja az ajkaimat, az illatuk az eszméletlenül finom, az összes színnek, mindegyiknek nagyon jó édes kis illata van, egy kis színt is adnak az ajkaknak, illetve fényt. Hát lehet, hogy dukált volna valami színesebb rúzs most ehhez a sminkhez, de rúzs újdonságom nincs, ezt viszont meg szerettem volna nektek mutatni, de majd a képhez lehet, hogy felrakok valami színes rúst. És hát ennyi lett volna már ez a videó, elkészült a smink. Sok minden történt ebben a mai videóban, többek között eltört a highlighterem, amit még mindig nem sikerült feldolgoznom. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és a termékek, amiket mutattam nektek. Ha bármelyikkel kapcsolatban kérdésetek van, nyugodtan írjatok. Ha véleményetek van, akkor azt pedig írjátok meg odalent a kommentek között egymásnak. Segítsétek egymást ezzel, hogy szerintetek ez milyen, az milyen. Hamarosan érkezni fogok majd még egy ilyen első benyomásos videóval, mert van még egy videóra elég termékem. Jaj, nem is tudom, hogy mit mondják. Annyira örülök, hogy végre újra készítek ilyen videókat, és az, hogy van egy külön dolgozó szoba, az nagyon motiváló, és remélem, hogy szuper kis kontenteket fogok nektek innen gyártani. Tényleg annyi, hogy még meg kell keresnem, hogy hol a jó, mert én itt gondoltam, mivel itt hátul van egy ilyen kis szekrény, amit majd jól kidíszítgetek, de amúgy meg közben eléggé eltakarom ezt a szekrényt, szóval nem tudom még, hogy hol lesz a végleges hely. De most innen videóztam nektek, aztán majd meglátjuk, hát ezt még itt fejleszgetnem, próbálgatnom kell. De a végére remélem, hogy szipi-szupi lesz a minőség. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett nektek a videó, nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és a legközelebbiben találkozunk. Addig is sziasztok!